Még 2020-ban Malival indult el az a rendkívüli puccs és erőszak hullám, amely végig söpört Közép- és Nyugat-Afrikán. A Száhel övezet kormányai dominóként omlottak össze. A legrosszabb helyzetben Szudán van, ahol egy éve véres polgárháború dúl az ország elnöke és közvetlen helyettese között. Milliók menekülnek a szomszédos országokba, köztük a nyugat utolsó bástyájaként még stabilnak számító Csádba, ahová a helyzet stabilizálására a Magyar Honvédség 200 fős katonai missziót vezényel. Ezt a helyzetet elemezzük a következő enigmában. Nézzenek minket!